stúdióban Heinek Otto, a magyarországi németek országos önkormányzatának elnöke. Jó reggelt kívánok, elnök úr! Ugye az görögöknél arról beszéltünk, hogy régóta együtt vannak a magyarsággal, a németek még régebb óta, hiszen már Bajor Gizellával, ugye Szent István feleségével bejöttek az első német telepesek, és aztán valahányszor nagy krach érte a Magyarországot, akkor mindig német és szláv telepesekkel töltötték föl az elpusztult lakosságot, tehát önök gyakorlatilag több mint 1000 éve együtt élnek a magyarsággal. Hol tartanak most az ajánlások gyűjtésében, illetve a regisztrációban? A 16. adatot tudom, az 9600 körüli számot mutat, tehát véletlenül 10 000 fölött vagyunk most. Mennyi támogató szavazat kell ahhoz, hogy képviselővel, parlamenti képviselővel képviseltessék magukat? Ezt borzasztóan nehéz megmondani, mert függ a választási részvételtől, nagyon sok egyéb komponenstől. Mi úgy számoltunk, hogy olyan 16-20 000 körüli szavazat lehet az, amivel a parlamenti képviselethez lehet jutni. Tehát ebben a pillanatban önök szószólóval, tehát most a mostani helyzetben igen, szószólóval képviselhetünk. Igen, pénteken 4-ig még dolgozunk rajta. Reméljük, hogy meg lesz. Elnök úr, a német kisebbség az, amely nem csak pozitív élményeket szerzett Magyarországon, egyébként a második legnagyobb kisebbség Magyarországon, hanem negatív élményeket is a második világháború után. Befolyásolja ez bármilyen formában is az önök magyarországi létét, illetve érdekképviseletét? A létünket nyilvánvalóan befolyásolja, hiszen a második világháborút követő kitelepítések, jogfosztások, azok nagyon erősen hatnak a mai generációkra is, hiszen a magyarországi németség körülbelül felét kényszerítették arra, hogy Németországba települjön át, üzték el a szülőföldjéről. Ennek a mai generációkra is van hatása egyrészt, másrészt hát elsősorban a legidősebbekben még vannak bizonyos félelmek a tekintetben, hogy merjék-e magukat németnek vallani. Én azt gondolom, hogy a fiatalabbakban, a középgenerációkban ez a félelem már nincs. Magyarországi németek mindig hazájuknak, szülőföldjüknek érezték Magyarországot, és mindig nagyon lojálisak voltak Magyarországhoz, és ez az érzés, ez a lojalitás a mai napig megvan, még akkor is, hogyha azt tapasztaljuk az utóbbi években, hogy nagyon sokan például munkavállalóként külföldre mennek dolgozni, iparosként, szakmunkásként, és ez valamilyen módon érint bennünket, hiszen elsősorban kis települések lakosság megtartó képessége gyengül ezáltal, és hát ezáltal egy-egy nemzetiségi közösség is gyengül. Mennyire erős a németségben az anyanyelvi kötődés, a német anyanyelvhez való kötődés és az anyanyelvi tudás? Többek között ezeknek a jogfosztásoknak az egyik következménye, hogy a családban, a családokban a nyelv átörökítésének a folyamata megszakadt, ezért fokozott felelősségük van az intézményeknek, az iskoláknak, óvodáknak a nyelv átörökítésében. Azt tapasztaljuk, hogy a fiatal generáció, a fiatal felnőtt generáció, és ezt bizonyítják a népszámlálás eredményei is, egyre tudatosabban és éli meg azt, hogy nyelvi identitásra is szükség van, és egyre tudatosabban keresi azokat az iskolákat, ahol jó anyanyelvű német nyelvoktatás vagy két nyelvoktatás folyik. Ezért is az egyik hangsúlyos eleme, vagy a leghangsúlyosabb eleme a mi programunknak az, hogy ha bejutunk az országgyűlésbe, akkor mindent meg kell tennünk azért, hogy az oktatás a kétnyelvűség, a német tannyelvűség irányába fejlődjék tovább, hiszen egy valós kétnyelvűség az egyrészt az identitás megőrzése szempontjából is meghatározó és fontos, másrészt az egyének életesélyei szempontjából, munka esélyei, boldogulási szempontjából is fontos. Elnök úr, ön szerint mi az, vagy önök szerint, a kisebbségi önkormányzat szerint mi az a törvényi hiány, vagy hiátus, amit mindenképpen be kell tölteni a következő ciklusban, és amely az önök kisebbségi létét érinti? Azt gondolom, hogy az egyik az oktatás területe, amelyik egy rendkívül fontos terület. Mi fontosnak tartanánk azt, hogyha megteremtődnének azok a feltételek, amelyek a nemzetiségi önkormányzatok számára is lehetővé tennék az intézmények fenntartását. A másik pedig az önkormányzati rendszer, a nemzetiségi önkormányzati rendszer, az egyet döntési jogok visszaállítása számos olyan területen, ahol ezek sérültek az elmúlt években. Elnök úr, köszönöm, hogy eljött hozzánk. Heinek Ottót, a magyarországi németek országos önkormányzatának elnökét hallották. Letelt az 5 percünk. Köszönöm. Köszönöm szépen.